Sziasztok, Unicorn vagyok, ez pedig a Keményen és őszintén úgysem nézi senki. Rendőrsztorik első rész, úgy döntöttem, hogy mesélek nektek egy kicsit néhány rendőrséggel kapcsolatos élményeimről, amik közül voltak pozitívak, voltak negatívak, de hát majd mindenki eldönti maga szerint, hogy melyik milyen kimenetelű volt. Na de hát vágjunk is bele az első kalandunkba. Egyszer ugyanis az történt, hogy este 9 óra tájékán a Budaörsi úton kifelé menet az M1 és az M7 felé nagyban kocsikázok a középső sávban, amikor arra lettem figyelmes, hogy néha-néha ilyen villanásokat veszek észre magam mögött, és így hátranéztem visszapillantóban, de nem tűnt fel Isten igazából semmi, ugyebár ott még szakaszonként volt közvilágítás, és hát úgy döntöttem, hogy besorolok a belső sávba, úgyis én arra felé fogok majd így irányozódni. És hát már majdnem meg is kezdtem ezen besorolásomat, amikor észrevettem, hogy ugye azok a villangatások nem más, mint egy hót fekete autó a belső sávban kivilágítatlanul. Tehát abszolút nem volt világítás a kocsin, sehol semmi, és hát emberünk úgy húzta neki a gázt, majd szépen, mint a villám, el is ment mellettem. Én meg ott pislákoltam, hogy azt a kurva élet, még jó, hogy én észrevettem, hogy ő ott van, mert ha én fogom, és annak tudatában, hogy nincs a belső sávban senki, és oda berántom a kormányt, abból csúnya csattanás is lehetett volna, majd bevillant az, hogy basszus, hát megy kifelé ő is, ahol már nem lesz közvilágítás, és ugyebár fekete autó kivilágítatlanul, szinte esélytelen, hogy észrevegye az ember, tehát mire észreveszed, addigra már valószínűleg nagyon késő tud lenni. Ott matekoztam, hogy mit csináljak, hát nem tudtam jelezni neki, nem tudtam rá villantani, semmit nem tudtam vele csinálni, mert olyan gyorsan elment. Hát jobb hiány, úgy gondoltam, hogy felhívom a rendőrséget és teszek egy bejelentést, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor érjék utol ezt az autót, vagy jelezzenek neki valamilyen úton, módon, hogy hello, a villanyt vagy a lámpát fel kéne kapcsolni az autón, mert ez így balesetveszélyes. Tárcsáztam is a segélyhívó számot, fel is vette egy úriember, a diszpécser, és mondtam neki, hogy tiszteletem, XY vagyok, és hát éppen kifelé haladok a Budaörsi úton, és most száguldozott el mellettem egy fekete, abszolút kivilágítatlan autó, mondtam még a rendszámot is, és mondom, nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy szóljanak neki, hogy kapcsoljon világítást, mert ez így balesetveszélyes. A diszpécser megkérdezi, hogy és maga most hol van? Hát mondom, mint említettem, én a Budaörsi úton kifelé haladok, éppen vezetek. Hogy maga vezetés közben telefonál? Ilyen stílusban én meg ott ülök, hogy mi van? És mondom neki, hogy uram, van egy olyan fantasztikus, szuper találmány, amit úgy hívnak, hogy headset, és képzelje, én azt alkalmazom is, és azon keresztül beszélek most önnel, úgy tudom, hogy a hatályos jogszabályok szerint headsettel lehet telefonálni. Jól van, Norbert, ne magyarázkodjon, és ott ülök, vezetek, tekintetem kimerevedett, és egyre kellemetlenebbül kezdtem magamat érezni, hát mondom, bazd meg, ezt nem hiszem el, hát én vagyok az, aki jót szeretett volna, tényleg, hogy ne legyen baleset, mert elég veszélyesnek tartom azt, hogy valaki kivilágítatlanul megy, sötétben, ráadásul fekete az autó. Ugyebár sajnos látjuk, hogy mi történik akkor, amikor nem veszik egymást észre a vezetők. Itt volt ez a sajnálatos, az M1-en történt, ugyebár porfelhős történet, ahol láthattuk, hogy mi is történik, hogyha nem veszik észre a sofőrök egymást, hogy elég csúnyán bele tudnak száguldozni az előttük lévőbe. Na mindegy, itt vagyok, jót szerettem volna, bazzag, és még akkor én vagyok megráncigálva, vagy még én vagyok kérdőre vonva, és így flegmáznak velem, hát mondom, akkor a kurva anyját az egésznek ott, ahol van, mert hát, komolyan én csak jót szerettem volna. Én nem vamzerkodni akartam, én nem rosszat akartam az autósnak, én nem azt akartam, hogy őt fogják meg és büntessék meg, vagy én nem azt mondtam, hogy a kurva anyját ennek a hülye nyomoréknak, hogy nem tud lámpát kapcsolni. Én tényleg csak azt szerettem volna, hogy figyelmeztessék őt, hogy se neki ne legyen baja, se mással ne történhessen semmiféle probléma. Ennyi volt az összándékom. Nem tudtam, mi a jó megoldás, úgy gondoltam, hogyha telefonálok, akkor talán egy járőr, ugyebár szakaszosan azért szoktak állni az autópálya mellett, hogy akkor tudják, hogy kell egy ilyenre számítani, és hogy valahogy állítsák meg és szóljanak neki, uram, hölgyem, tök mindegy, lámpát kéne kapcsolni, kész, pont ennyi, nem akartam én rosszat.
És akkor betelefonálok, bazd meg, és akkor még én kerülök úgymond kellemetlen szituációba, meg én vagyok meghazudtolva, és akkor még ilyen flagmán van nekem itt válaszolgatva. Mondtam, hogy jó, uram, én elmondtam, én ezért telefonáltam, kész részemről, ennyi, jó van, vigyázzon az úton a továbbiakba. És pont kész, letettük a telefont. Tehát, mintha nem is érdekelte volna, hogy én miért szólok be, hanem hogy én vezetés közben telefonálok. És hát van egy sajnálatos magyar mentalitás, ami arról szól, hogy nem szólok bele a vitákba, nem szólok bele a balhékba, hogy én ne keveredjek bajba. Na és itt azért én is elgondolkoztam, hogy bazzeg, én csak jót akartam, és kb. Én lettem a szar. Tehát, hogy legközelebb a faszom fog akkor szólni, mert minek? Azért, hogy én kerüljek szarba, tehát nem éri meg. És ezért is erősödik fel az emberbe az, hogy inkább sokszor elfordítja a fejét és szarik az egészre, mert hogy még ne az ember legyen ugye már előszedve azért, mert közbeavatkozik, vagy segíteni próbál, vagy szólni próbál. Úgyhogy számomra ez egy elég kellemetlen élmény volt. Nem tudom, hogy ilyen esetben ugyebár mi az eljárás, vagy mi a helyes eljárás, vagy a rendőrségnek mi a feladata, vagy mit tudnak egyáltalán tenni. Hogyha van olyan, aki ebben jártas, akkor írja meg nekem ide kommentbe ezzel kapcsolatban a helyes eljárást, vagy a jogszabályt, vagy a tököm tudja mi. Ennyi lett volna most ez a kis gondolatmenet. Ha itt jártál, nyomj egy lájkot, írd meg a véleményedet ide a komment szekcióba. Hogyha nem akartok lemaradni a további rendőrsztorikról és a hasonló videókról, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Puszi pacsipá mindenkinek. Sziasztok!